Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. A személyes jóslások megjelennek a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez? Ő áll itt a középpontban, minden úgy lesz, ahogy ő akarja. De lesz egy szép fordulat, mert itt látható a változás, és a négy levelű lóhere az szerencsét hoz. Tehát amit tervez, az megvalósul. A második kérdés, hogyan érzi magát? A helyzete nem könnyű, hiszen benne van ebben a toronyban, és ez olyan, mint egy labirintus. Miért van ez így? Mert ez a torony lehet egy bírósági ügy, vagy egy hivatalos dolog is, és ő kapott onnan egy levelet, vagy egy dokumentumot, vagy egy szerződést, ami nem kellemes, hiszen ezáltal fogva érzi magát. De ő mégis magabiztos, megvan a fellépése, és változtatni fog a dolgokon. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Itt kiépít veled együtt valamit. Itt megvannak az alapok, sőt a biztonság érzete is, hiszen úgy érzi, hogy nálad le tud gyökerezni. Tervez valamit, szeretne valamit megváltoztatni, mint például egy közös otthont, így a fa környékén, tehát egy erdő van a környezetben, és veled együtt akar kiépíteni egy tartós, stabil párkapcsolatot. Mi köt össze benneteket? A gyűrűk. Ez jelenthet szerződéseket is, egy ház vagy egy lakás vétele vagy bérlete, akkor a gyűrű erre a szerződésre utal. De lehet egy közös otthon tervezése, és a gyűrű lehet egy eljegyzés vagy egy házasság is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!